szavaszínes időjárásban madárcsicsergések mellett bárki azt hiheti, hogy itt előttünk egy madáretető van. De nem, hanem rögtön kiderül, hogy mi. Hát ennek a becsületes neve, ennek a hangszernek, az, hogy kahon, ez egy afro-perui eredetű hangszer. Most az eredetéről hosszasan lehetne mesélni, hogy eredetileg gyümölcstárolásra, gyümölcszárításra és szállításra használták, és a rabszolgáknak tiltott volt hangszereken játszaniuk, így ezért kitalálták, hogy milyen jól szól ez a láda, de hát ez még nem is tudom mikor volt, tehát így a rabszolgaság idején. Azóta ez a hangszer valóban hangszerré fejlődött, és megfelelő anyag vastagságokból, anyag fajtából megfelelő összeállítás mellett egy nagyon jó dobot helyettesítő hangicsáló szerszám. Hogy indult ez nálad, hogy elkezdj egy ilyet készíteni? Igen, ennek története van. Ez úgy indult, hogy megnéztem egy Norah Jones koncertet, ahol a dobos ugye a koncert közepén kijött a dobszerkó mögül, leült egy ilyen dobozra, akkor még nem tudtam mi ez, egy fa dobozra leült, és egy ilyen teljesen akusztikusra hangszerelt számot, egy ismert számot adtak elő, és nagyon jól szólt, tehát annyira lenyűgözött, hogy egy doboz, és hogy mit lehet kihozni belőle, teljesen szinte helyettesíti a dobfelszerelést. Innen indult a dolog, abban az időben amúgy is foglalkoztatott az, hogy kisebb klubokban, kisebb hangvételű, tehát ilyen csendesebb koncerteken hogy lehet megoldani azt, hogy ne vigyünk egy teljes szerelést, teljes dobszerkót, eleve a cipekedés miatt, meg a hang miatt, a hangerő miatt is. És akkor googlizás, néztem, hogy mi ez a fa doboz, és akkor, hát ez még 2010-ben volt, onnantól indult a kahon őrület és készítés. Mennyire egyszerű ezt elkészíteni, miből áll ez az egész hangszer? Íme a hozzávalók, most így egyszerűen, először is nyírfa réteget lemezből kell készíteni, jó minőségű réteget lemez. A hátlap, ez a hátlap, amin később majd egy lyukat kell vágni összeállítás előtt, ez 6 mm vastag, a test az 10-12 vagy sokan 15 mm vastag, szintén rétegelt nyírből gyártják, én 10 mm vastagból gyártam, és a nagyon fontos része az pedig az ütőlap, látható már felszerelve. Az ütőlap ez egy nagyon vékony, ez éppen egy 2,7 mm vastag, de 5 rétegből álló nyírfa rétegelt lemez, ez egy nagyon erős, ez egy szintén egy ütőlap, de 3 mm vastag és 3 rétegű. Különböző hangot lehet így kicsalni. Nyilván ez egy minőségibb alapanyag, tehát ez kerül a csúcs, a pro minőségű hangszerekbe. És mi is az, amit rejt ez a kis doboz? Mi az, ami még benne van, amitől lesz majd egy hangja? Hát bele tudunk igazából kukucskálni. Húr, tehát ettől lesz végül is a felső sarokban megütött ütésnek pergő hangja, ezért lehet helyettesíteni vele lábdobot és pergő dobot. Úgyhogy ez egy klasszikus gitárhúr, méghozzá annak a legvastagabb az E1-es húr kerül bele, és nem szabad túl feszesre, sem túl lazára állítani. A lényeg, hogy állítható legyen mindkét húr külön-külön, és ami nagyon fontos, hogy a húrnak tökéletes kontaktusba, illeszkedésbe kell lennie az ütőlappal, hogy az ütőlap nem lehet görbe, illetve a test sem lehet görbe, hiszen hogyha eláll a húr, nem érintkezik, akkor elég kellemetlen zörejek, zajok keletkeznek a rendes pergő hang helyett. Mennyi idő egy ilyen hangszert összeállítani? Hát ez attól függ, hogy mennyi időm van rá, de nyilván vannak olyan fázisok, amikor először a testet körbe ragasztom meg, azt egy kicsit hagyni kell, száradni kell a ragasztónak. Nem számoltam még ki, de körülbelül egy ilyen
egy hangszernek az elkészítése egy ilyen 15-20 munkaóra kb. Nem csak olyan hangszer van, amiben húr van, a másik verzióban mi található? A másik verzió egy sodronyos kahon, amiben a rendes pergődoboknak az alul található, pergődobon alul található sodrony kerül beépítésre. Ezt a sodronyt középen kettévágom, hiszen ez a sodrony két oldalt felül így érintkezik az ütőlappal, és kicsit másabb lesz a pergő hangja, mint a húrosnak. A húrosi inkább ilyen tüzesebb, átütőbb, a sodronyosé meg jobban hasonlít a pergődobnak a kásásabb, zizegősebb hangjára. Már itt ülünk a kész hangszeren, ez a normál használati módja. Csak a színekben különböznek ezek most itt alattok? Még a normál használati módhoz csatlakozva, az ülős-ütős hangszer, így szoktam hívni. Nem csak színekben különböznek, amin te ülsz, az egy sodronyos hangszer, és három rétegű ütőlappal, annak még nem készült el a nagy testvére, nem úgy, mint a húros hangszernek, az a húros kis testvér, három rétegű ütőlappal, és amin ülök, ez a húros hangszernek a profi verziója, a nagy testvér, aminek 5 rétegű ütőlap van az elején. Akkor szólaltassuk meg, nézzük meg, hogy milyen a hangja. Így szól.